Kecskemét, Kecskemét állomás, köszönti Önöket. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk Kecskeméten. Mai videóban mizseízni fogunk. Hát olyan régen utaztuk már be a mizseit. Hát, volt egy időszak, amikor minden héten megcsináltam, most meg eltelt egy hónap, srácok. És úgy konkrétan bár a mizseiről voltak foszlányok, ugye az 51-es villamosos bejárás kapcsán, de hát ugye csak két külső snitt, és igazából csak pont a témába úgymond beleavatkozott a mizsei. Egyébként van is értelme, azon felül, hogy természetesen a mizsei mindig rohadt király. Innen fogunk Kecskemétről Bézével Mizsére menni, onnan pedig egy jó csörgő szerelvénnyel majd a Kőbánya kispesti állomásra. Ugyanis itt a gazdasági helyzeteket nézve, ami nem csak az országot érinti, hanem természetesen mondhatni a világot, minden olyan projekt megállásra kényszerül, ami nem indult el. Tehát itt a vasút terén ugye a kelebiai nyilvánvalóan nem lesz megállítva, de alapvetően a mizsei villamosítása az bekerült szépen a 22. fiókba a tervekkel, amik egyébként jó, hogy vannak, hogy tervek vannak rá, és azt a fiókból majd bármikor elő lehet szedni, amikor aktuális lesz. De úgy néz ki, hogy a mizsei a következő években sem lesz villamosítva. Tulajdonképpen a kérdésem, hogy vajon meddig fog elketyegni így, ahogy Ricsi mondaná, így a végtelenségig, ez így is van, ettől függetlenül nem 2022 kompatibilis. Tartsatok velem egy fantasztikus utazáson, hiszen az én kedvenc vonalamról van szó. No hát a feeling az megvan, egy légkondis Bézé, ha jól emlékszem, most szálltam fel mondjuk, de annyira nem figyeltem a 3.15-ös. És hát még utas nincs rajta, de még korán van, tehát ezen a járaton, ami végigmegy Mizséig, ezen szokott lenni utas. A Hetényieken nincs utas, de ezt valahogy nem akarja észrevenni a MÁV. Na lassan indulunk, közben itt az IC bejött Szeged felől, BHRV kocsi besorozva. Nem ritka, de azért nem mindennapos. Srácok meg a legjobb helyen futkorásznak idióta módjára. Tessék, azért van ennek értelme. Ugye jelenleg úgy működik, hogy itt a Kekó átveszi az utasokat, és ugye Hetényen belül beviszi a megfelelő helyre, hiszen itt nagyon a településnek a szélén vagyunk, de egyébként Kecskemét része még Hetény, csak úgy zárójelesen megjegyzem. Nos, srácok, megérkeztünk közbe. Az az igazság, hogy kicsit késtünk, ami meglepő egy olyan vonalon, ahol igazából nincsen akadálya a forgalmi menetnek, a menetrend szerintinek. Ja. De a lényeg, hogy van még időnk, van 3 perc az átszállásra. Igaz, hogy egyébként ennél jóval több, 8 perc lett volna. Hogy mitől késtünk, azt igazából nem tudtam felmérni. Tehát nem okozott gondot, mi természetesen nem egy fecske kocsiba, hanem vezérlőbe megyünk. Ugye sajnos el kell mondani, hogy jellemzően fecske kocsik lettek az urak a vonalon, hogyha csörgős Forda van. Na most egy előnye van, általában működik a wifi, de hát nekem az baromira nem kell. Úgyhogy igazából ez engem nem izgat. Kényelmi faktorban viszont szörnyű. Ezért a BHV-t választom. Hát ugye most ez egy délutáni menet. Ez a 15.41-es induló. Nem véletlenül nincs rajta utas. Egyrészt itt Mizsén nem is nagyon szokott megtelni vonat. Másrészt pedig ez igazából majd visszafele érdekes, tehát ez azért van így fordáztatva délutánra, mert ez az a vonat, ami beérkezik 17 óra, mit tudom én, 40 valahányra, és ez a
ez a 18-18-as majd. Ugye előtte is egy csörgős Forda van, a 17-18-as is egy csörgős. Nem véletlen, hiszen ezek az úgynevezett munkásjáratok, amikor nem elég egy szóló, de még egy dupla úgy sem. Hát igen, megérkeztünk. Itt foglalunk helyet, ezt már eldöntöttük. Hol a WC? A WC is nekem mindig nagyon fontos. Legyünk valahol itt. Ez így kényelmesnek tűnik. Nagyon egyébként nem kellett izgulnunk, hogy elindul-e nélkülünk. Természetesen csatlakozó a BZ ehhez. Egyrészt megvár, hogyha arról van szó, másrészt pedig a mozdonyvezetőnk, ha jól láttam, velünk utazott, szóval nem nagyon kellett aggódni emiatt. No hát, indulunk Mizéről. Itt már a fatömbök, vagy fatrönkök, vagy hogy mondják ezt, ez nem rönk, hanem na mindegy, már készen állnak a rakodásra. Ugye itt van rakodás ám, azon a vágányon. Ki szokott jönni a Remod Dacia fáér. Most is állt bent egy-két üres kocsi. És hát igazából, ha már téma, lehet látni, hogy a vonalon ilyen típusú fejlesztésekre lehet a továbbiakban is számítani. Nézzétek meg, toldozták, foltozták a pályát. De lehet látni, hogy már hány ütemben, tehát ott egy régi talpfa, itt már egy cserélt betonaj, de ez sem friss, ezek viszont a legfrissebbek. Én azt mondom, hogy ezek az elmúlt, mit tudom én, másfél hónapban lettek ide betologatva. Tehát próbálkoznak. Nem is kevés lett itt cserélgetve. A BHV-ben azért van döntési lehetőséged. Ja, ez a kapcsoló, ez nem a teljes világítás kapcsolja. A középfény az mindig megvan, viszont nézzetek meg, hogyha felkapcsolom, akkor a szélét tudjátok kapcsolgatni. És ez itt van, tehát ez nem egy eldugott dolog, ez nem egy üzemi dolog, ez bármelyik utas tudja ugyanígy kapcsolgatni. Közben Táborfalván vagyunk, a katonai iparvágány vágányzáró sorompóját láthatjátok. Ez a Mizse Budapest közötti szakasz egyetlen iparvágánya, ami a Mizseiből ágazik ki, amit még használnak, de nagyon-nagyon ritkán. Idén jártak rajta. Talán kétszer is.
egyébként piszok szegény részek ezek. Én mindig figyelem az utasokat is, meg a körülményeket is, és nem őket lenézve mondom ezt, de tényleg nagyon szerény körülmények között élő emberek élnek. Itt a Mizse, hát mit nevezzek határnak, talán Inárcs Kakucs. Itt Hernád, Gyong, Tabas. Én itt mindig nagyon szegény embereket látok, és ezt a legnagyobb tisztelettel mondom természetesen. Az, hogy ez a vonal mikor menekül meg úgy, mint az esztergomi, nyilván nekem nagyon hiányozna, hogyha megmenekülne ebben a formátumban, de nyilvánvalóan az, hogy Lajos Mizsén felszálltunk 15 óra 41-kor, és Köbenye Kispesten 17 óra 25 perc környékén fog leszállni, az nem egy 2022 kompatibilis utazás.